Szeretettel és tisztelettel köszöntök Önöket a Kispolódi Károly Gimnázium Balagás ünnepségén. Hallgassák meg Gondos Júlia, 12. célosztályos tanuló, aki a végzősöktől búcsúzik. Köszöntöm a végzős diákokat, az őket beallgató osztályfőnököket és minden kedves jelenlévőt. Hát elmentek. Üres és csendes lesz nélkületek ez az iskola. De soha ne felejtjétek el, hogy a Kisfaludi Károly Gimnázium tanulói voltatok hosszú éveken át. Ez a lét a búcsúzás hete. Búcsúztatok szerelemmel az osztályfőnökötöktől, tanáraitoktól, ballagással az intézménytől búcsúztok. Ez a délelőtt csak rólatok szól. A mai nap a legnehezebb. Nehéz az osztályfőnökök számára az utolsó csengő szó előtti néhány perc, amikor végignéz az osztályán, és eszébe jut, hogy milyen kis voltak diákjai évekkel ezelőtt. Ilyenkor szokta elfelejteni a rossz emlékeket, a dorgálásokat. Amikor még néhány kedves, biztató szó erejéig csak ő van, és az osztálya. És a csengőszóval elindult az osztály újabb célok felé. Nézd hát körül! Nézd oktatóidra, kiknek világába bepillantást nyertél. Mindegyikük egy-egy lecke volt számotokra. Köszönd el nekik az útra valót, melyet vidámság és veríték furcsa erejében nyújtottak át nektek. Köszönd meg nekik, kiknek ajkán mindig ott bújtál majd egy mosolyt, ha a tablónak képetekre nézve mondják, lám, ő is elindult. Nézd szüleidre, így most büszkén állnak itt, mert tudják, hogy jó úton indítottak el. Ők a 13. részek. 7 évet töltöttek e barokk sárga falak között. Kedves érettségire készülő diákok! Néhány perccel ezelőtt nektek szólalt meg utoljára a cseklő, életetek talán legünnepélyesebb részeket bűzött meg a ballagásotok. Mindig a beletetekre öltözött ünnepőbe az iskola, értetek jöttek el a vendégek. Most mindenki benneteket ünnepel.